Kipróbáltuk az önök ízlését. 23 évig volt arra, hogy felépítsék a saját kultúrájukat. Így születtek a valóságsók, a szappanoperák, a Bundesliga frizura, a Pankráció, a Romeo és Julia musical, a gyermekszépségversenyek, Michael Flatley, világslágerek Pánsípra és Okarinára, a hitvány ejtőernyős Elvis imitátorok, a makkos cipő és Richard Lederman. Az önök ízlése leszerepelt. Átvesszük az ügyet, és hozzálátunk a kármentéshez. Ez az önkényes mérvadó a Spirit FM 87.6-on. Szervusztok, kedves hallgatók! Az önkényes mérvadóban ezúttal Szabó Eszterrel ülünk, itt én Horváth Oszkár vagyok, velem szemben Puzsér Robi. Egy nehéz szülésre készülünk, de az a helyzet, hogy én annak idején a Modoros Blog Ősanya című posztjával én már a nevemre vettem ezt a keresztet, mely szerint az én véleményem szerint az anyukák fele nehezen viseli lelki és mentális állapotában a szülést, és hát természetes, hogy akit a legjobban szeretsz, és épp a világra hoztad, azzal kapcsolatban elfogult vagy, de hogy mindenki máséba is beleokoskodj, és gyakorlatilag hazugságokat szépen fogalmazzál meg, ez azért nem mindenkire jellemző. Ma anyuka eufemizmusokkal, anyuka túlkapásokkal szeretnénk foglalkozni, akár aktív részvételetekkel 0630 011 07 25, és hogy elkezdjük megérteni, hogy miről is beszélünk. Mit jelent az szerintetek, Eszter, Vesző, Róbert, hogy eleven igazi kis energiabomba. Állandóan rohangálik el utána, sőt, talán inkább az anyukáról szól, aki azt mondja ezzel, hogy sokkal többet rohangál ez a gyerek, mint amire számítottam, mielőtt megszültem. Aha. Ez inkább hát, az nézd, ha a normalitástól hoz képest, akár pozitív irányba dicséretként, akár szidalomként fogalmazom meg, mindenképpen azt fogalmazom meg, hogy nem erre számítottam. De hogy arról van szó, hogy a gyerek nincs megfegyelmezve. Rettenetesen rossz arról az a van gyerek szó, hogy rossz valójában. A gyerek, és, de nem akarunk a neveltségi szintjéről beszélni, mert az ódiumokat hordoz ránk nézve. Hát inkább beszélünk az energia szintjéről. Az energia szintje a gyereknek magas, de ugye attól, hogy az energia szintje magas, attól még megülhetne a seggén, nem? De hogy így az energia, tudod, hogy valójában ez egy kis energiabomba, tudod, kis vasgyúró. De ezt csinálod te, a vasgyúróra mindjárt visszatérünk, hogy te ülve fejtesz ki annyi energiát, mint egy szaladgáló gyerek. Mert meg vagyok nevelve. De várjatok egyébként ennek, akkor, hogyha már erről van szó, hogy nincs megnevelve, akkor hozzáfűzhetnénk az elevent, és annak a spirituális perjet, az igazi kis indigó gyereket. Ugye az indigó gyerekek definíciója az, hogy kiválasztottak és felsőbbrendűségük tudatában nem reagálnak a szülői kérésekre, és ez egyébként azért borzalmasan veszélyes, mert itt megáll a te neve. Az olyan, mint amikor azt mondja valaki, hogy mi olaszos páros vagyunk, tehát nem teszünk semmit azért, hogy a kapcsolatunk jobb legyen, inkább üvöltözünk, felcímkézzük az egészet, és úgy hagyjuk az egészet. Néha rendelünk egy pizzát, és akkor tök hiteles. Arról van szó, hogy az indigó gyerek a Siriusról kapja a jeleket, és onnan vezérlik, ezért nem hallgat a szüleire. Ebben az esetben elnézést kérek, ezt nem tudtam. Indigó szülők nincsenek? Meg ezt az indigózást így a 90-es évek végén találták ki, vagy akkor kapott újra lángra? Vagy mi volt? Tehát elfogytak ezek, a gyereket nem vették fel az alternatív ódába, a gyereket nem sikerült berakni külön, nem tudom melyik agyféltekes rajzolásra, annyira nem érdekel, hogy melyik agyféltekes. Jobb féltekés rajzolásra. Egyetlen mindegy, mert ótvaros dolgokat rajzolnak utána. Nagyon részletesen, nagyon jól megfigyelik, és utána csinálnak egy szar rajzot. Egytől egyig mindenki. De tudod, van ám az a rajzolás, ami nem a rajzért van, hanem a rajzolóért. Tudod, a terápiás rajzolás. Tehát az nem, valójában nem arról van szó, hogy megalkot valamit, hanem hogy ő fejlődik, miközben rajzol, a végén kidobjuk a rajzot. Értem, hogy a delfinúszásnál nem a delfinnek tanítjuk az úszást, hanem a gyermeknek ezt a társaságát, egy élőlénynek. Szóval miről beszéltetek? Azt mondtad, hogy igazi kis vasgyúró? Ez tudod, ahogy hangzik, persze ez is egy eufemizált köntösben van, ez úgy hangzik, hogy milyen jó erős. Izmos. Egyből megdicséred a gyereket, tehát tök jó marketinges vagy, olyan, mint amikor a műbőr kanapira ráírod, hogy 100%-os vegán bőr. Ugye? Tehát, hogy már egy kicsit túl. És hogyha nem a gyereket akarod ugyanebben a helyzetben dicsérni, hanem saját magadat, akkor pedig azt mondod, hogy jól táplált.
Pedig hát épp az ellenkezőjét. Pedig jelent, hát úgy tűnik, hogy itt a... A gyerekre nem akkor mondják, hogy vasgyúró, amikor a gyerek felemeli a talicskát, és hopp, hogy elbírja, hanem olyankor mondják, amikor a gyerek alig fér be az ajtófélfák között. Tudod, olyankor mondják, hogy a kis vasgyúró, hogy valójában nagyon dagadt a gyerek. Mert ha mondjuk kohászati családi üzem lenne, akkor ez igen praktikus lenne a kis Iron Man. Meg hát arról sincs szó, hogy lefutna egy maratont és 200 kilométer biciklit, és nem tudom, mennyit kell úszni egy ilyen Iron Man-nél. És itt mondhatná a hallgató, hogy na jó, de hát mit mondjunk, hát mégsem mondhatjuk, hogy a gyereket kövér. Hát szerintem nem mondjuk semmit, nem? Tehát, hogy ezt nem kell megemlíteni. Miért kell ezzel bántani? Hát nem ő tehet róla, hanem én. A vasgyúrónál az a helyzet, hogy itt ott a normalitás az a zsömle párizsi. És nem hangzik jól ez, hogy nem egy egészséges kaja, de ez a normális. És akkor ehhez képest ki lehet lengeni a csia magos nyers vegános sztori fele, vagy hát lehet az, hogy ne egyél állandóan zsömlét meg párizsit. Itt egy tábla csoki. Eleve azok az emberek, akik a tábla csokoládéba beleharapnak. Nem a vonal mentén törik, hanem ilyen emberharapás nyomban jelezve, hogy this tábla of csoki is mine. Entirely. Igen, az barbárság, az valóban barbárság. Az valami... Kiharapni egy darabot a csokoládéból. Úgyhogy ez egy, érted, az egy gépsoron készült csoki, tehát nem egy ilyen homok mandala, vagy minek tudod, amit a tibeti szerzetesek ilyen 4 napig rakták össze, remélve, hogy nem lesz egy szellő, ami szétfújja, és majd ők tönkretennék, de így jön egy ilyen gyerek, és beleharap. Tábla csoki az egy futószalagról esett le, az összesnek olyan a formája, nem teszel tönkre valami különös emberi alkotást. Egyedül az én szép érzékem van ki ettől, és az, hogy az a beosztottsága egy csokinak azt jelenti, hogy ezt itt annyiszor annyi Excel táblás egy csoki, hogy elég sok felé el tudod osztani, 3, 4, 6, 12, és így te ebből azt választod, hogy egy, ez az enyém lesz. Jó, hogy nem nyalod végig átló mentén. Igen, az biztos, hogy a fogsornak a harapás nyoma a csokoládéban az különös barbárságot jelez. Van viszont ez az empanáda, mandulás olasz süti, mind a kettőnek ilyen kézlenyomat formája van, mint a töltött tészták. Tudod, hogy azt látod, hogy azt egy kézzel összenyomták, de a kéznek az íve, az ujjaknak az íve olyan, mint egy fogsor lenyomott picit, hogy az tényleg egy falat, az még úgy is néz ki, mint egy szájnyom, abba beleharaphatsz a szájnyomoddal. Hát a csokoládé az erős. Na de mi a helyzet azzal, hogy valakiről, azt mondom a gyerekről, hogy hát a Tibike nagyon jó tesiből. Hát akkor minden másból rossz valószínűleg. Igen, vagy rajzból, ugye az is olyan, hogy kreatív lesz, de tudod, aki jó rajzból, szóvá teszed, az még nem tehetséges. Amikor a szülő szóvá teszi a gyereknek a testnevelés, rajz, és tudod, környezetismeret, ilyen érdemjegyeit, tudod, akkor ott már azért lehet sejteni, hogy esetleg matekból, esetleg magyarból, esetleg fizikából talán nem annyira jó. Egyébként ez nem baj, hogyha felismeri a szülő, mert az mondjuk elég káros lehet, hogyha esetleg... Azt ismerte fel, hogy nem jó matekból, hanem hogy milyen ügyesen tud rajzolni napocskát, vagy nem, olyan nem, fá. Nem, tudod, a nagy hármas az énekzene, a testnevelés, meg a rajz. Tudod, ez az a hármas, ami valójában... időpocsékolás, és ezt mindenki nagyjából érzékeli az iskolában, ideértve a rajztanárokat, a tesi tanárokat, meg a énekzenetanárokat. Nyilván is. Pedagógiai funkciója van, de tudod, nagyon kevés emberbe szorult tehetség ahhoz képest, ahányan ezt végigugorjuk, de a művészettörténet része, amikor a rajzból művészettörténet lesz később, tudod, nem az van, hogy te rajzoljál, hanem néznek, hogy mások mit rajzoltak idézőjelben, amit érdemes is megnézni. Annak azért, tudod, volna értelme. Volna csak korai szerintem, viszont erről az jutott eszembe, amikor azt mondják a gyerekre, hogy jó esze van. Ugye ez általában azt jelenti, hogy rosszak a jegyei, mert hogyha tényleg jó esze van, akkor az anyuka azzal vagánykodik a Facebookon, hogy ki befotózza a bizonyítványt, de én még soha nem hallottam olyat, hogy valaki azt mondja, ennek a Sanyinak jó esze van. Tehát itt mindig következik egy de, és mindig következik egy olyan, hogy jó esze van, de nem tanul, és ez ugye ilyenkor kérünk felmentést a rossz bizonyítványa. Ezt szerintem, nem az osztályfőnök mondja jelenzésben. Nem, ez az anyuka mondja, amikor rosszul sikerült a bizonyítvány, és azt mondja, hogy de egyébként jó
jó esze van a Sanyinak, csak hát nem tanul. De tudod, az van, követi, hogy ő a street smart, ami abban az életkorban, 9 évesen még korai, mert nem a századunknak a Twist Olivierjét keressük, vagy a hozzátartozó csibészt, hogy nem tudom, hogy hívják, van az Artful Dodger, a szilinderes utca zsebes gyerek. Nem őket keressük. Na de később belőle lesz a vállalkozó, és nem ő fog beülni egy 50-80 és 1500 fős céghez, és fog boldogulni. Eleven a gyerek, írja a hallgató. Hát igen, erről beszéltünk az elején, igen. Csak... Tanárként tudom, hogy ez az ADHD otthoni diagnózisa. Elképzelhető. Tudod, hogy az ADHD, ami ugye ez a figyelemösszpontosítási zavarszindróma, ez korábban ennek a közkeletű neve a hiperaktív volt, és a kettő nem biztos, hogy azt jelenti, nem biztos, hogy a gyerek rohangál és másokat ütlegel, és 4 kézláb mászik a pad alatt egész órán, hanem csak egyszerűen 2 percnél tovább nem köti le semmilyen száraz, élmény nélküli, vagy bonyodalom nélküli dolog, vagy a csend. Igen, de tudod, amikor előzmény nélkül öleli át a teljesen idegen vendéget, tudod? Vagy amikor előzmény nélkül ver le dolgokat az asztalról, vagy rúg bele valakibe, ott azért lehet sejteni, hogy ott van bizonyos pszichés zavar. Mi van akkor, amikor azt mondja mondjuk apuka, anyuka, hogy nézd az én kis hercegnőmet. Hú, szerintem ez nagyon veszélyes lehet. Tehát, hogyha nem is a hercegnő, hanem hogyha mondjuk azt mondod egy kislánynak, hogy gyönyörű, függetlenül attól, hogy gyönyörű vagy nem, azért ott azt rakod a hátizsákjába, hogy ez lesz az ő valutája onnantól kezdve. És nagyon sok minden fölé helyezed ezt a szépséget. Úgyhogy szerintem óvatosan ezzel én ilyen szempontból feldmárista vagyok, hogy pozitívan se nagyon címkézünk. Hanem inkább az igyekezetet dicsérjük. Mert nyugodtan lehet mondani, csak hogy ne legyen ezekből túlzás, szerintem. Eljön az az idő, amikor a szülői dicséret a semmire, hiszen a gyönyörű az gyakorlatilag a saját fél génállományomnak a dicsérése a gyerekem személyében. Eljön az az idő, amikor nem udvarolnak neki annyira, hogy minden nap elmondják, hogy szép, és a teljesítménnyel függhetne össze, nyilván az anyuka mondja jellemzőbben minden nap, hogy gyönyörű, az apuka meg akkor, amikor tett valamikor kiöltözött, vagy amikor menyasszonyi ruhát öltött, tudod, akkor fejezi ki, hogy most nagyon szép vagy. Csak ugye a hercegnőm és királynőm Magyarországon hány trónörökös család székel jelenleg? Így vágjuk már rá azért a számot. Jó pár. Igen? Hát azért jó pár. Hát én a Rogán Cilit feltétlenül ide sorolom, én a Vajna Timit feltétlenül ide sorolom, én a Sarkakatát azért mindenképpen ide sorolom. Tehát azért vannak itt azért. Nos, nem így gondoltam, hanem tulajdonképpen már a Habsburgok sem formálhatnak jogot egy magyar királyi trónra, elméletileg egy polgári társadalomban nincsenek trónörökösök. Így nincsenek hát királylányok és hercegnők igen, sem. De hát, vajon ez egy polgári társadalom-e? És íme a puding próbája, amikor beleharapunk, és kiderül, hogy hát puding, tudod? Most figyelj, a briteknél azért láttuk, hogy mind Diana személyében, mind a meg akárkinek a személyében, ugye a két kis vörös herceg mellé bebe társult egy-egy polgári személy. Tehát azok, akik angolul látták meg a napvilágot, nagyon sokan vannak ilyenek, és a brit zászló alatt élik az életüket, akár Ausztráliában, Új-Zélandon, Kanadában, akárhol, álmodhattak arról, hogy My Little Princess. Tehát, hogy tényleg a végén valakinek összejött, hogy abban az országban az uralkodóház egyik férfi tagja elvette. Erre az esély volt körülbelül 1 az 1 milliárdhoz. Magyarországon ez a 0 az 1 milliárdhoz, vagy a 0 a 10 millióhoz. És mégis azt mondod a lányodnak, hogy hercegnőm. Valójában ki ő? De azért a hercegnőm, mert te azért a hercegnőd, mert te vagy a király. Hát ki a király? Na, a gyerek hercegnősége az tulajdonképpen a te királyságodat reprezentálja. Aha, visszaöröklöd. Ő örökölte a te szépségedet, te pedig, miután a korona rákerült, visszaöröklöd a királyi címet. Előtte nem volt. Ki a király? Ezt is azt szoktak kérdezni mindig, aki a király? Ugye? Aki a királyt? Egyébként ez akkor mindig az a válasz, hogy te vagy, oszikám, te vagy a király. Zoli, én tudom. A félig kamu, félig talán eufemizmus, de nekem nagyon nem tetszik az csicseregték a madarak, ugye ez azt jelenti, hogy valakivel kibeszéltelek, és ez szerintem dupla csapás a gyereknek, mert egyrészt valaki elárulta, másrészt pedig ugye az anyuka rögtön a vamzer mellé állt,
Ugye, és akkor nem árulja el, hogy ki volt az illető. Szerintem ennél egyszerűbb lenne megmondani, hogy technikából kettest hoztál, mi lehet ennek az oka, vagy... De minden ilyen eufemizmusnak a felelősség nem, el nem vállalása az alapja. Tehát, minden ilyen eufemizmust elkezdünk felfejteni, hogy mi van a mélyén, mindig a felelősség áthárítás van a mélyén, amikor azt mondja valaki, hogy nem érzem szerencsésnek ezt a kifejezést. Itt tényleg sorsoltak? Tényleg földobtak egy pénzt, és a fejlett volna ez az írás, meg a maz, és akkor nem volt szerencséje valakinek? Szó nem volt szerencséről, senki nem sorsolt. Egyszerűen arról van szó, hogy valaki nem vállalja a felelősséget azért, amit csinált, és áthárítja a szerencsét. Hát ez nem volt szerencsés kifejezés. Nem szerencsés kifejezés nem volt. Semmi köze a szerencséhez. Bunkó voltál, apám. Proli voltál. Nem szerencsés. Tudod? Az én értelmezésemben a szerencse a megfelelő jó választás, a jó döntés meghozása a lehetőségekhez képest. Akinek azt mondják, hogy de szerencsés voltál, az azt jelenti, hogy ami szembe jött, általában 10-ből 9-szer nem a rossz döntést hozta meg, és ha arról van szó, hogy adekvát módon fogalmazott-e, ez is azt jelenti, hogy szerencsésen választotta meg a 10 szinoníma közül azt az egyet, amelyik biztosan nem jelent valami rettenetes más dolgot, ami szándékában sem állt. A pontos fogalmazás. Ezek ugyanúgy szerencsés emberek, hogy hát nem a random a szerencse, hanem hogy jól alakul az útja utána. Mert jó döntést hozott, akár a megfogalmazásban, akár a karrierje, akár az élete során, bármikor. Akár így is ki lehetne fejezni a dolgot, csak az azt jelenteni, hogy én meg a rossz döntéseket hoztam. Hogyha azt mondanám, hogy az illető a jó döntéseket hozta, de ha azt mondom, hogy az illető szerencsés volt, akkor az én kudarcom oka rögtön ennek a szerencsének a hiánya. Nem is tehetek róla. Én valójában elszenvedtem valamit. Azt írja a hallgató, egy szálbél vagyok, gizda, vasággyal együtt 40 kiló. A csuklómat két ujjal közre lehet fogni. Anyám szerint viszont én akkor is izmos vagyok. Azt mondja, lehetnék vékonyabb is. Ja, mondom, ha leukémiás lennék, talán. Az alaptalan ajnározásoknál nincs kellemetlenebb és irritálóbb. És valóban engem hallatlanul idegesít, amikor a szülők a gyereküknek a fotóját mutogatják. Tudod, kisgyerekek fotójának a mutogatása. Nézd, milyen gyönyörű, és traktálják a másikat a gyerekük szépségével, és én értem, hogy az a gyerek, az gyönyörű, a szülőnek, hiszen a gyerek fotója az egy meditációs objektum. A szülőnek, nem akárkinek, csak a szülő nem képes a saját szülői szerepéből, a saját szülői helyzetéből kilépni. A szülő, amikor a gyereket nézi, a saját halhatatlanságát szemléli abban a gyerekben. Hiszen mindenki a haláltól fél, és ez a nyugati embernek a legfőbb szorongása, és amikor a gyerekedre nézel, akkor valami olyasmit látsz, ami túlél téged, valami olyasmit látsz, ami erőt vesz a te halálodon. Ez nyilvánvalóan egy csodálatos dolog, de neked az. Másnak ez nem az. Másnak mutogatod, és nem lát mást, mint egy gyereket, meg egy szégyentelen szülőt, amelyik azt képzeli, hogy a fejéből kivetített szépség az tényleg ott van a fotón. Sziasztok, Zsuzsi vagyok Cseperről, és azt szeretném kérni, hogy játszatok valamit Vastag Csabától. Szia, Robi vagyok a 11. kerületből, és azt szeretném kérni, hogy menj egy kicsit messzebb a rádiótól. Még messzebb. Még egy kicsit. Még egy kicsit messzebb. Még messzebb. Még. Még. Ez az Önkényes Mérvadó a Spirit FM 87.6-on. Kapcsolj el bátran! Még. Az Önkényest folytatjuk, és továbbra is Szabó Eszterrel és Puzsé Robival. Anyuka eufemizmusokat, anyukás túlkapásokat, szülői túlzásokat keresünk, vagy próbálunk azonosítani, és próbáljuk őket megérteni is idegenkedésünk ellenére. És akkor mindjárt mondok egy olyat, ami nem feltétlenül anyuka, hanem apuka is lehet, ha bár bármelyik lehet apuka is, a pofon nevelő célzattal, vagy akkor az atyai pofon, ugye ezek mind a kettő nagyon-nagyon tragikus. Itt felmentést kérsz gyakorlatilag a gyermek bántalmazásért, és jelzed minden pszichológusnak, és abban némi érzékkel rendelkezőnek, hogy semmi érzéked nincs a konfliktusok békés megoldásához. Felmentést? Dicséretet? Igen, kifejezetten dicséretet vársz ért, hát ez tragikus. Nevelő célzatú pofon, tudod, és az atyai pofon. Ez azt jelenti, hogy ez más minőségű pofon, tudod, ez minél nagyobb, annál jobban szeret az apád. Tudod? Hát de minél jobban oda csap. Hát de miért csap úgy oda? Hát miből fakad az az ingerültség, az a belső dű,
hanem abból a szeretetből, hogy ő elképzelt a fejében egy gyereket. Te meg hát nem olyan vagy. Ő meg azt a gyereket szereti, aki a fejében van, nagyon. Hát ha nem szeretné annyira, nem csapna akkor át az arcodra. Most messziről fogok jönni, de Robi, te talán nem emlékszel, hogy föltaláltam félig az időutazást, vagy háromnegyed részig. Ugye ez úgy néz ki, hogy a jövőbe úgy kell utazni, hogy várni kell. A múltba pedig úgy tudsz utazni, hogy nem hozol rossz döntéseket, akkor minek visszamenni? Na, ezt az időutazást követi el itt apuka. Ő belenézett a jövő szemébe, látta, hogy a gyerek semmire kellő lesz, és ő már nem tudja támogatni, ő már addigra nem fog élni ilyen életmód mellett legalábbis, aminek ez a viselkedés a következménye. Ezért megvédi attól a rossz jövőtől, és jól megneveli. És ide kapcsolódik, mindjárt átevezgetünk a szülői hazudozásoknak, a ilyen kis apró hazugságoknak és túlzásoknak a mezejére. Ide szorosan kapcsolódik az a mondás, hogy hidd el, nekem jobban fáj, mint neked. Hát ez nincs tartozik az apai pofonhoz, ez a nyilvánvalóan hazugság. Jaj, nekem jobban fáj, mint neked. És tudod, az atyai pofon, amit majd visszasírsz, te akkor már késő lesz, mert apád akkor már a föld alatt lesz. Már nem fog így megcsapni senki, ahogy én. Mások majd ütni fognak, de az nem olyan lesz. Akkor majd tudni fogod, milyen az, amikor az élet csap pofán. És az a baj, hogy tényleg ütni fogják. Tehát, hogyha itt mondjuk egy bántalmazott gyerekről van szó, azért hát akkor, hogyha szocializálva van gyerekkorában arra, hogy őt ütik, akkor ő felnőtt korában sem fogja tudni mástól elfogadni másképp a szeretetet, akkor ebből fog rá ismerni arra, hogy, hogy szeretik őt, hogy a helyén kezelik, hogy úgy bánnak vele, amit ő érdemel. Aha. Ő lesz a minket is ütöttek, mégis emberek lettünk típusú ember. Ez végig azok voltak, vagy hát nem biztos, hogy olyan jó emberek lettek. Én magamra szoktam ezt néha már mérni, amikor ezzel röhögök, hogy hát én, velem is ez és ez történt, és ezt csináltam 10 évesen, 15-20 évesen, mégis rendes ember lettem, és mostanában már így elgondolkodom, hogy de várjad, ebből a legjobb, amikor azt mondod, hogy mégis ember lettem, ugye ezzel nem állítasz semmit. Azzal hát ez aztán semmit. Ez a legjobb, hogy ember maradtam. Jó, azért ezen is lehet vitatkozni. Tehát ott, ha nagy elvel írod, akkor mindjárt jelent valamit. Tudod. Jaj, de szépen mondtad. Éreztem, ahogy kimondtad, hogy az az E nagy. Azért az ember is valahol elkezdődik, tehát jogilag mindenki ember, aki embernek születik, de tudod, embersége az sok munka és odafigyelés és tanulás és rossz tapasztalat és szomorúság és baráti beszélgetés és sírás-rívás és egy csomó mindennek az eredménye. És nyilván egy csomó bűnbeesésnek és bűnbánatnak az eredménye, hogy egy ponton a magad rossz természetével meghasonul. Na, akkor kérdeznék, okos az, aki más kárán tanul. Ez pont oda kapcsolódik, hogy nem a te bűnbeesésedből vajon meg tudod szerezni azt a viselkedés kultúrát, hogy tényleg odafigyelj a másikra. Tehát kellenek szerintem ezek a bűnök, hogy igazán belülről jöjjön, amíg másnak a hibájából tanultad azt meg, hogy lehetsz igazán paraszt valaki mással, addig folyamatosan külső kontroll alapján, vagy tudod, egy ilyen kis checklist alapján fogod tudni, hogy kell viselkedni. Hogy az egy hideg tudás lesz, és nem válik belső készséggé. Hát nyilván nem lehet kizárni egyébként, hogy más kárán tudsz tanulni, mint ahogy azt sem lehet sajnos kizárni, hogy a sajátodon nem. Hát azért őt is láttunk már. Hát igen. Legtöbbször azt hiszem. és hát ugye vannak ezek a hallatlanul irritáló kifejezések, amikkel a gyereket illetik. Tudod, minden idők leggejlebb és legborzongatóbb mondása a pocaklakó. Tudod, talán a leggyűlöltebb kifejezés ebben az ősanyag keretrendszerben. De születés után már talán nem hívják pocaklakó. Hát de éppen elég előtte annak hívni, érted? És ez mi fülünkbe is eljut. Tudod? A születés után, vagy szülés után, ahonnan nézzük, van két nagyon tipikus hazugság, ezzel lehet, hogy még nem találkoztatok. Az egyik az átalussza az éjszakát, ez csak nagyon picit kell megpiszkálni, hogy kiderüljön, hogy 12:30-3:40-ig, de van egy ennél sokkal
érdekesebb és sokkal veszélyesebb a jó baba nem sír kombináció, ugye? Tehát ez, itt azért érdemes látni, hogy a gyereknek az egyetlen kommunikációs eszköz a sírás. Tehát ha azt feladta, akkor gyakorlatilag feladta veled a kommunikációt, és mert hát nyilvánvalóan nem reagáltál rá, szóval itt olyan kötődési zavar néz ki a felnőtt korára, hogy az nagyon-nagyon veszélyes. Tehát ez az a vagánykodni, hogy jó baba nem sír, az nagyon-nagyon nem ér. Meg elvitatni a gyereknek a jogát a saját érzéseihez. Igen. Elvitatni a gyereknek a jogát ahhoz, hogy amikor dühös, akkor dühös legyen. Hogy amikor csalódott, akkor csalódott legyen. Hogy amikor örül, akkor azt kifejezze. Hogy amikor sértve van, akkor sértve legyen. Hanem előírni neki, hogy így és így kell viselkedni. Na ezeknek nagyon súlyos, hosszú távú következményei lehetnek. Azt írja a hallgató, és ezt is aranyba kell foglalni, és az anyu mellé temetni. Egyszer még meghálálod ezt nekem, mondja a fater, tudod, amikor odacsap. Hát tudod, így odacsap, és azt mondja, visszaüt, hogy egyszer még hálás leszel érte, tudod. És az igazság az, hogy nem leszel hálás érte, legfeljebb elfojtod ezeket, és amikor majd a sírjánál állsz, jó esetben, majd nem ezekre gondolsz vissza. De tudod, hogy hajlamos ez a legtöbb, az emberek, kijön, hogy tényleg hálásak lehetnek ezért, tehát láttunk már olyat, hogy ezt elhitték. Hát nem lehet, hogy egyébként az a vezetési modell, ami itt Magyarországon most már azért úgy... De! Tudom, mit akarsz mondani, és de! Az éppen ennek a következménye, éppen ennek a majd hálás leszel érte. De! Majd kemény kézzel foglak, de majd utólag, majd imába foglalod a nevem érte. Csernus doktor sikerétől egészen napjainkig ez mindennek köszönhető. Szép. Minket még kukoricára térdepeltettek. Bezzeg, akkor mi tudtunk viselkedni. Amikor mondtad az előbb, hogy jó baba nem sír, ezt olyan szépen át lehet egyenletekkel vezetni a soviniszta univerzumba azzal, hogy boys don't cry. Mm. Tehát ha a fiúk nem sírnak, és a jó baba nem sír, akkor a jó baba az fiú. ez nagyon matekos, nagyon menzás. Az a helyzet, hogy az a sírás, az pont a tükörneuronok miatt rossz annak, aki hallgatja. És aki hallgatja, az nagyon türelmetlen azzal szemben, aki sír. Hagyja már abba a sírást, egyrészt mert a sírás az evolúciós drive-jainknak a felépítése nyomán bennünk egy olyan érzést kelt, hogy van egy nagyon súlyos válság, amit kezelni kell. A sírás hangja az egy vészcsengő, az egy evolúciós vészcsengő. Azt jelzi, hogy valami nagyon rosszul, nagyon rossz irányba megy, állítsd meg, fordítsd meg. Ez valami, és ez diszkomfort érzetet kelt, de ilyenkor az analízis sosem elég alapos, tehát nem az van, hogy miért sír a gyerek, mi okozta ezt, hanem hogy szüntessük meg a sírást. A sírás valójában a probléma, és akkor ilyenkor van az a mondás, hogy ne sírj, vagy mindjárt leszokod rá. Tudod, mm-hmm. megfenyegetése annak, aki sír, hogy rendesen megverlek, és aztán az, ahogy azután fogsz sírni, az másfajta sírás lesz, mint a mostani, akkor majd lesz okod rá. Rögtön azt állítom, hogy jelenleg nincs okod rá. Ez jelenleg nem sírás, hanem hiszti, de mindjárt oda csapok, és az majd sírás lesz. Tehát azért sírsz, mert megütöttelek, akkor apu azért üt, mert szomjas. Igen, apu, nagyjából, igen, most. Igen, lehet, hogy a feminista mozgalmak azok tanulmányköteteket tudnának ebből írni. Lehetne egyébként ezeket a kamukat kategorizálni is, tehát vannak ezek a nagyon súlytalanok, amikor lenyeled a rágót, az 7 évig a gyomrodban marad, edd meg a héját, mert abban van a vitamin. Meg vannak ezek a kifejezetten gonoszak, amikor, ha megfigyeljétek, a gyerek nem csinált semmi rosszat, például béka nő a hasadba. Mert ivott, túl sokat iszik. Igen, vagy negrimaszolj, mert de én úgy maradsz. Tudom, hogy túl sokat inni az egészséges, de nem? Semmi baj nincs vele, nem? Igen. Tehát itt ezzel az a problémám, hogy itt a bizalmukkal visszaélve akár évekig tartó parátát adsz ilyen hülyeséget. Itt arról van szó, hogy a szülő szeret fegyelmezni. Igen. És nem igen. Akkor szól, amikor a gyerek kárt tesz magában, hanem akkor szól, amikor alkalma van rá, hogy szóljon. Hát mert valószínűleg egy jó gyerekről van szó, és nem tud mikor szólni, tehát hogy nincs probléma alapvetően. Békanő a hasadban. Gonosz. Tudod. Gonosz. Mindenki. Mert hogy nincs értelme. A békának a hasadban? Nem, vagy hát ennek nincs a értelme szólni, nem, mert csak értelme. Iszik a gyerek. Nem, nincs. Na most érted, aha. A gyerek iszik. És akkor el kéne magyarázni a gyereknek, hogy te nem vagy szomjas, hanem
annak ellenére is szól, hogy neked nem kéne. Neked nem hiányzik az a víz. Biztos jobban tudja a szülő, mint a gyerek. Ezt az egészet át lehet vágni egy ilyen mondással, hogy béka nő a hasadban. Én egész büszke vagyok arra, hogy egy nap beküldök egy ilyen 1,5-2 liter vizet, vagy folyadékot, tudod, hogy mennyit kellene nekem? 3,8 tizedet. Mert én nem vagyok kicsi. Tehát, hogy konkrétan a gyerekhez is tartozik egy egészséges vízmennyiség, tehát ne ígyon annyit, amennyi egészséges, és ami egy jó anyagcserét... meg amennyit megkíván, tudod? Ja, az annyit pláne. Igen, nem, nagyon mert leszoktunk ez erről, nem hogy annyit ingyen. Együnk, meg ígyunk, amennyit szeretnénk. Meg hát majd éjszaka jönni fog, hogy anya kapcsolt föl a villanyt, pisilni kell, te meg kelhetsz föl, pedig már 9 éves, vagy ne adj Isten, bepisil. Te arra iratkoztál föl, az volt az általános szerződési feltételekben, hogy ez 3,5 éves korában abba adja, vagy 5. Gyerekkoromban én tényleg elhittem, hogy ha nem eszem meg a sárgarépát, nem tanulok meg fütyülni. Tudsz és fütyülni? Sárga... Igen, megtanulok. Akkor megetted, fütyülni. Jó van. De van akváriumod? Igen, ezt ismerem. Ezt... Ja. Igen. De miért nem mondjátok ezt amúgy... el, mert mi nem, az a hallgatókkal mi nem ismerjük. Amúgy van? Nincs. Nézzenek oda. Nem már, mondjátok el. Nem. Nem mehet tovább az adás. Annak, hogy most hallj egy jó viccet, lehet, hogy jót tenne, de annak, hogy a jövő héten is jöjjünk, igen, lehet, hogy nem tenne olyan jót. Azt mondta, jót. Hogy nem mehet tovább az adás, ezt úgy fogalmaznék, hogy ha elmondjuk, akkor nem mehet jó, tovább kedves az adás. Hallgatók, én mindent megpróbáltam. Köszönjük szépen. Hallgatok nevében mondom. Egyébként emlékeztek erre a kineziológiai állapotfermés előszobája, ha még nem mondtam volna, csak nem izom teszteléssel. A megnyomom az orrodat, és kemény, vagy akkor puha, ha hazudsz, vagy melyik? Hazudsz, igen. De milyen? Tehát tök mindegy, hogy kemény... melyik. Ja, igen, az, ők igen, is teljesen igen, mindegy. Igen. Ha izgulsz, hogy nyomják az orrod, akkor hazudtál, valószínűleg ez ennyi. Na, ez is annyira súlytalan, meg annyira fölösleges. Majd, amikor a te gyereked viselkedik, így meg tudod. Mm-hmm. Amikor rosszallóan nézel egy szülőre, azért a nevelésért, vagy annak a nevelésnek látszó fegyelmezésért. Ezt tesszük most éppen egy órája. Megrendszabályozásért. És tudod, ő így visszanéz rád, hogy majd amikor a te gyereked lesz ilyen átok rossz, akkor majd megtudod. Tudod, egy olyan tudásra hivatkozik, aminek a birtokában ez a fajta fegyelmezés, ez természetszerű. Ez átok egy kicsit, nem? És az nem, hogy... majd megtudod, mi a magyarok istene. Jaj, ez annyira buta. Ez a fenyegetés. Szörnyű parákat lehet belerakni a gyerekekbe. Ez nagyon-nagyon-nagyon kegyetlen. És egyébként az jutott még eszembe, hogy nagyon könnyen nevelheted hazudozóvá a gyerekedet, még úgy is, hogy soha nem hazudsz neki. Akkor, hogyha nem lehet neked elmondani dolgokat, tehát a gyerek mondjuk, mit tudom én, szerelmes lett valakibe, vagy összetört egy vázát, és egyszerűen rosszul reagálsz, kigúnyolod, vagy ideges leszel, akkor azért vigyázzunk, mert könnyen nevelhetjük a gyereket is hazudozóvá, vagy a gyereket hazudozóvá, ha mi nem lennénk. Van az anarchista mondás, hogyha tiltással nevelsz, hazudni tanítasz. Valójában a tilalom és az elszigetelés között kéne választani a szülőknek. Én meg meggyőződésem szerint a tilalom a rossz út, és az elszigetelés a jó út. Tehát meg lehet tiltani a gyereknek, hogy belenyúljon a konnektorba, de ennek a következménye az lesz, hogy a gyereket érdekelni fogja, hogy mi van a konnektorban. És villanyszerelő lesz. Jó esetben. Attól függ, mikor kezdi el érdekelni, igen, a konnektor. Én táboroztattam, igen, gyerekeket, igen, egyébként, és képzeljétek el, hogy a legeslegrosszabbnak mondott gyerekkel is lehetett beszélni. Tehát ott mindig a gyerek rosszalkodásának általában, vagy nekem az a tapasztalatom, hogy az információk hiánya az oka. Tehát, hogyha Zolika lepakolt mindent, Zolika tényleg mindent lepakolt, és a távirányítót szétszette, egyszer kellett azt mondani Zolinak, hogy Zoli, szedjük szét az egész távirányítót, most nézzük meg, mi van benne, és akkor utána nem nyúlsz hozzá, ugye? Akkor nem. És tényleg így lett. Tehát, hogy egy kicsit több információ, egy kicsit több üzleteléssel már nincsenek is rossz gyerekek. Valahogy kifogod a szelet a vitorlájukból. Uh-huh. Eszterke, edd meg a héját, mert abban van a vitamin. Hát de az almában is van, nem csak a héjában. Nem csak a héjában van. Edd meg az alma, edd meg te a héját. 100%-át, mert a 98 nem lesz elég. Nem, arról van szó, hogy van az almának egy olyan része, ami ízlik, és van egy olyan, ami nem ízlik. Tessék megenni azt, ami nem ízlik!
Tudod, tessék meg, abban van a vita. Te nyilván abban koncentrálódik a vitamin, ami a gyereknek nem esik jól. Tessék megenni, de miért is tessék megenni? Nyilván azért tessék megenni, mert az apukának, anyukának rosszabb gyerekkora volt. Igen. És az úgy nem oké, hogy az apukának, anyukának rosszabb gyerekkora volt, a gyereknek meg jobb. Pont mert elméletileg, tudod, amikor a szülők fényezik magukat, meg a maguk csodálatos szülőségére hivatkoznak, akkor azt adják elő, hogy ők csak azt akarják, hogy a gyereknek egy kicsit jobb világa legyen, mint nekik volt, de aztán, amikor ott a konkrét helyzet, akkor tessék megenni a héját, mert nekem is meg kellett. Sőt, nekem még olyat is meg kellett, amit neked nem kell, úgyhogy köszönd meg, majd megcsókolod a kezem, de akkor már késő lesz. Érdekes ez az almának a héjával kapcsolatban, mert azt hiszem, hogy a C-vitamin előállítása kísérletezése során paprikát használtak pont azért, mert abban van a legtöbb az ilyen termések közül, és milyen érdekes, hogy a paprikának csak a héja van, belül nincs egy alma a paprikában. Még az alma paprikában sincs alma. Az egész egy átverés. Ha gyorsan téped le, nem fáj annyira, ez egy ilyen szokásos kedvencem. Ez, tudod, ez a fájdalom ideje, mennyisége és váratlansága, hogy szépen el lehet játszani. De mi a tapasztalatotok? Mert én ezt most nem tudom megmondani, az tény, hogy rövidebb ideig fáj, de tényleg nem fáj, de fáj ugyanúgy. Nem? Szerintem jobban fáj, csak kevesebb ideig, de lehet, hogy tök ugyanannyira fáj és kevesebb ideig. De én meg azt hiszem, hogy abból a szempontból jobb, ha gyorsan téped le. Nem azért, mert nem fáj annyira, hanem mert a fájdalomnál sokkal rosszabb az állapot, amikor tudod, hogy még vár rád a fájdalom. Uh-huh. A félelem a fájdalomtól az rosszabb, mint maga a fájdalom. Tehát a gyorsan letépet raktapasz, az valami, amin gyorsan túlesel, már túl is vagy rajta, és nem az történik, hogy benne vagy egy fájdalomban, érzed a fájdalmat, de tudod, hogy még vár rád további fájdalom, mert a lassú letépés az ez. Kérdezek egy nagyon undorítót. Tegyük fel, hogy te egy ilyen hátrafelé nyilazó, vagy előrefelé paritjázó finn, vagy magyar, nagyon régi harcos vagy, baltával szeled a pusztákat és a hegyormokat, és oda-vissza foglalsz dolgokat. Az egyik bajtársadnak elmérgesedik egy sebe a bal karján, és le kell vágni, és tudod, lecsapták fejszével. Ha azt mondjuk, hogy akkor háromra levágom, te háromra vágnád, vagy kettőre? Tudod, hogy vannak ezek a jelenetek, amikor igen, már kettőnél vágják, igen, és érdemes kettőnél vágni, mert az úgy kegyelmesebb. Na, ezt de, akartam tudni, hogy ezt érzed-e. De, ha kettőnél vágod, azt is kockáztatod, hogy a másiknak elveszíted a bizalmát. Uh-huh. Tudod, tehát te teszel vele valami jót, megkönnyebbül egy nagyobb stressztől, vagy egy nagyobb félelemtől, ugyanakkor meg nem tiszteled őt annyira, hogy úgy bánj vele, mint egy másik felnőttel, hanem tulajdonképpen úgy bánsz vele, mint a nyomorult gyerekeddel, aki helyett döntéseket hozol. Hát meg ez egy feltételezés, hogy megkönnyebbül a stressztől. Mi van, ha ő pont egy olyan típus? Mi hárman lehet, hogy jobban örülnénk, ha kettőre vágnak le. De lehet, hogy ő pont olyan, aki háromra készült. Na látod, itt van a buktatója annak az aranyszabálynak, hogy bánj úgy másokkal, ahogy szeretnéd, hogy veled bánjanak. Száz esetből 99-szer ez a jó tanács, de tudod, van a századik eset, mert hogy ez a tanács nem számol a köztünk lévő különbségekkel, mert tény, hogy a köztünk lévő hasonlóság sokkal nagyobb fokú, mint a különbség. De hogy minden esetre biztos, hogy van olyan, amit én úgy gondolok, hogy én örülnék neki, megcsinálom veled, és te pont nem örülnél neki. Nem akarom az eredeti alkotóját ennek a mondásnak felülírni, mert elég érvényesebb alak nálam. Már ha Jézusról beszélünk nagyjából. Viszont találóbb abban a formában, hogy bánj úgy másokkal, ahogy ők szeretnék, hogy bánjál velük. Mm-hmm. Ez 100%-ban jó lenne, csak hát fogalmad nincs, hogy ennek örülnének. Ehhez nagyon kevés információ van. Hát de ha megállapodtatok abban, hogy háromra kell levágni, akkor van elég információ. Igen, de tudod, hogyha azt mondja, de itt meg az információ sem elég, mert ha ő azt mondja, hogy én azt szeretném, hogy inkább kettőre vágd, tudod, mm-hmm, akkor az nem, akkor egyre kell vágni. Igen. Három lett, maradhat. Ja, és ha egyre kell, és a nullára kell vágni, már mínusz egynél kéne, az azt jelenti, hogy csak azokért vágod le, akik nem sebesültek. Bár a számolás előtt le kell vágni. Ez nagyon nehéz ezt eltalálni. Na jó, itt az utolsó. Én speciál a pókoktól fostam korrekt mértékben nagyjából 30-ig széves koromig, amíg nem alukáltunk egy szobában egy ilyen méteressel, tudod, véletlenül. És pont akkor múlt el? Hát ugye akkor tudod, így belenyugszol, hogy egy ilyen 15 centis vadpók van, az nem valakinek a hobbi terrárium izé, hanem amilyet még sose láttál, az így elszaladt ott a szobámat, akkor lefekszünk aludni, mindegy.
És amikor én ezektől így féltem, mert ott van a sarokban, az ágy fölöttem, és úgy gondolom, hogy az én szobámban nem adott bele a rezsibe, jó lenne, ha nem lenne a szobában, annyit mondott anyukám, hogy hidd el, ő jobban fél tőled, mint te tőle. És így tényleg, hogy a pók úgy megy kizuhanyozni, hogy előtte megszámolja a karosszékeket, ahogy ott van egy oszi? Hát azt sem tudhatjuk, hogy nem így van-e. Lehet, hogy anyukát tudott valamit, amit a többiek nem. Sziasztok, írja a hallgató. Nem akartam harmadik gyereket. Ma már 5 éves. Ha felidegesíti az anyját, akkor azt mondja neki, igaza volt apádnak, nem kellett volna a harmadik gyerek. Jó, de bor... Ezt nem szeretném hallani, és hallatni sem. De tudod, azt nem tudjuk, hogy mennyire viccesen mondja, vagy nem mennyire komolyan. Nem tudja viccesen tudod, mondani, Robin, nem. Ez nem vicces sehogy. Igen, de csak... Ilyen, ne vicceljen nekem senki. Hát na, hát... De igen, de tudod, gyerekkoromban hallgattam azt a viccet, és anyám még sokszor előadták, hogy beleesik a gyerek a kútba. És akkor mondja a fater, hogy kihúzzuk, vagy csináljunk újat. Tehát, és az ott vicces volt. Jó, hát nem én estem a kútba. Világosan én estem volna a kútba, nem lett volna vicces. Igen. Szerintem ez egy viccbe elfér. Tehát ott igen, nem gáz, de így úgy. Figyelj, van olyan gyerek, aki ugye tudja magáról mondjuk 10 évesen, 5 évesen, hogy örökbe fogadták, és egész életében kínozza, hogy miért nem kellett az igazi szüleinek, de legalább van, akinek kellett, de amikor a vér szüleid azt mondják, azzal viccelődnek, hogy nem kellettél, hát akkor inkább csomagoljanak be egy üres PlayStation-ös doboz karácsonyra, vegyék fel videóra, és posztolják ki a YouTube-ra. Na de itt most veszekedés közben hangzik el, tehát még csak nem is viccről van szó, bár nem javítana semmit a helyzeten, hogyha vicc lenne. Sziasztok, Nóri vagyok Kelenföldről, és azt szeretném kérni, hogy játszatok valamit a Puskás Petitől. Nóri, büszkén nem teljesítjük a kívánságodat. Az a helyzet, hogy csak igényes zenét játszunk. Ez az önkényes mérvadó a Spirit FM 87.6-on. Nem szolgálunk, formálunk. Hello, Reni vagyok. Én nagyon szeretem a műsort, de túl sok a duma. Több zene jót tenne. Örömmel hallgatom meg a rádió műsorodat, Reni. De ez itt a miénk, és a magunk képére formáljuk. Ez az önkényes mérvadó a Spirit FM 87.6-on. Nem szolgálunk, formálunk. Gazdagok és szépek, csillognak, fényesek, utat mutatnak. Adtak a közéletnek, de amiben közös értékeket vallunk, a fényűzésük. Csillagsziluett, Diparádizó, a Csillagsziluett Yacht Turizmus rovata. Az önkényes mérvadó csillagporos percei következnek. Még egy karton proszekkót a mentő mellények helyére, és indulunk. A rovat támogatója az aranyások.hu. Pezsgővel mosta le luxus terepjárója kerekeit a román milliomos csemete, tudósít Hercsel Adél az Indexen. Viktor Mikula, a dúsgazdag román iparmágnás fia előszeretettel mutatja meg fényűző élete momentumait a TikTokon. Legutóbbi videójában azt próbálta kideríteni, hogy melyik luxus pezsgő márka tisztítja alaposabban Lamborghini-e kerekeit. Eleve vett egy Lamborghini terepjárót, azt is érezzük. Nem, hogy vett volna új kerekeket a csöves. Igen, a Lamborghini terepjáró. Lamborghini terepjáró. Ízlelgessük ezt a szókapcsolatot, tudod? Valami, aminek nem lenne szabad léteznie, de nem hogy létezik, hanem a legmagasabb luxus igényeit elégíti ki, mert ugye a versenyautó az jó, mert gyors, megveretős, de veszélyes, mert nem elég nagy a tömege, tehát mondjuk csattansz egy másik autóval, akár meg is halhatsz. Tehát a veretést ki kell egészíteni egy terepjáróval, ugye, és akkor így már a versenyautó terepjáró, versenyautó és terepjáró egyben. Jelent ez bármit? Itt valójában mind a kettő ki van fosztva. Még csak nem is egy rendes terepjáró, amilyen mondjuk egy Land Rover, most mondom, hittem, vagy egy Jeep, vagy egy Jeep, tudod, és még csak nem is egy rendes versenyautó, amilyen mondjuk egy Porsche vagy egy Lambó, hanem a kettőből gyúrt valamiféle összvér,
ami valójában a kettőnek a kifosztásából képződik. Azért szolgáltassunk valamennyi hasznot a hallgatók részére, hogy akkor végül is melyikkel kell mosni, mert azért Moje, hallgatnak aki, minket két, olyanok, akiknek van Lambó Jeepjük. Igen. Moje Chandon vagy a Crystal? Ez a kérdés, mert hogy ez kétféle pezsgő, ha igaz. A Crystal az egy márka? Hogy nem, az nem valami olyan kifejezés, mint a champagne, hogy valamilyen eredetű habzóbor termék. Hát biztos, hogy márka, hogyha itt egy másik... Ja jó, a nagy C-vel van írva, én meg hülye vagyok hozzá. De, na de melyik? Érted? Mert most melyik? Ott áll a kocsim, és csupa fékport. Melyik? A jelenleg Svájcban élő milliómos csemete arra végül nem adott választ, hogy a két pezsgő közül melyik vált be jobban a kerékkocsásra. Na de miért nem adott választ? Talán csak nem azért nem adott választ, mert valójában nem is erre kereste a választ. Mert valójában nem is arról szólt, hogy melyik mossa jobban a lambó kerekeit, hanem csak veretni akart, hanem csak jelezni akarta, hogy ő mennyire gazdag, hogy ő most nem tudja, hogy ez vagy az mossa jobban a kerekét, és aztán amikor kipróbálta, valahogy elfelejtődött közölni, hogy melyik mossa jobban a kerekét. Valójában arról van szó, hogy föl sem merült soha, hogy valamelyik jobban vagy kevésbé mossa a kereket, egyszerűen csak azt szerette volna jelezni, hogy ezek a nagyon drága pezsgők, amik annyit érnek, mint a te egész életed, tudod, ezek nekik erre jó. Neki, úgy értem, neki erre jó, arra, hogy a kerekét mossa vele, ez, tudod. És ez beáraszt téged is, meg a sorsodat, akinek soha életedben egy kort nem jutott ezekből. Milyen egy nyomorult milliómos, vagy milliárdos, vagy iparmágnás az, akinek a gyerekének nem vett egy komplett sajtóterméket, vagy egy tévécsatornát, hanem de nem, hogy blogja nincs, meg Instagramja, hanem a TikTokra posztolja ki ezeket. Hát meg, hogy nem vesz új kerekeket, hogyha elkoszolódnak, tehát ez is elég szomorú. Meg hát maga mossa le. Az mennyire proli? Hát igen. Nincs ott egy inas, akit közben verhetne? Egyébként és mondhatná neki, hogy atyai pofon. Egyébként borzasztó szomorú emögött a veretés mögött látni a dologtalanságnak azt a nagyon-nagyon magas szintjét, amikor látszik, hogy keresed a hasznosságodat az életben. Nyilván nem találtad meg, mert nem kerested, mert mindig volt elég pénzed, és nem voltál rákényszerítő, hogy dolgozz. És mégis keresed a hasznosságod, mert ugye ahhoz kapcsolódna valamilyen sikerélmény. Tehát ilyen szempontból egy picit szánalomkeltő is ez az akció. Nem feltétlenül csak idegesít. Ez a Mikula, ez a román Berki Krisztián lehet. Azzal a különbséggel, hogy ő tényleg gazdag. És hogy ő román. És hogy apukájától kapta a pénzt. És hogy az apja valóban gazdag, és hogy ő rá valóban vagyont hagyott. És hogy az aranytömbök nem Hungarocellből vannak. Így hangzik a folytatás. Mikula hasonlóan megosztó és feltűnő akciói miatt nem először kerül a címlapokra. Gyermekkorában például magánhelikopterrel vitték iskolába a szülei, hogy minél tovább ágyban maradhasson reggelente. Ezek is mekkora csicsák, hogy nem tudták átrakni a tanrendet. De nem, miért nem a tanárokat hívják oda a gyerekhez? Miért kell a gyereknek helikopterrel iskolába vagy menni? Vagy az egész iskolát, az iskola nem a bal tudod, szárnyban. Az iskola nem tud oda menni? Hát meg egyáltalán a magántanárok azok nem tudják egymásnak adni a kilincset a gyerek szobája előtt? De tudnák, csak akkor nem látszódna a helikopter, akkor mire le? Dehogy nem, mert nincs annyi helikopterük, mint ahány tanár van, mert hát szegények, egy helikopteresek. De valójában arról van szó itt is, hogy valójában nem a gyerek kényelme volt az első rendű, hanem a veretés. A Fábri mondta egyszer, hogy olyan buliban volt, itt próbálja ugye belőni azt, hogy nagyon klasszi. Egésznél felső... nagyobb szál cigarettákat dobáltunk el. Nem, azt mondta a Fábri, hogy olyan buliban voltam, hogy a két helikopteres úgy nézett az egy helikopteresre, mint a kutyájára. Ez ugyanaz a szöveg. Ha beleharaptunk valamibe, eldobtuk, ha beleittünk valamibe, eldobtuk, és azt jött, hogy egésznél nagyobb szálcigaret. Egyszer szintén helikopterrel szállítgatta magát egy kolostorba, hogy levezethesse az iskolai vizsgák miatt keletkező stressz. Egy kolostorba. Tudod, fontos, hogy egy kolostorba. Azért rendes ember. Nem azért itt a, tudod, a... Istenfélő. Igen. És rögtön föl is mosott a kolostorban egy 3000 dolláros pezsgővel. De azt nem írja, milyen kolostorba. Tehát, hogy itt keresztény... Pravoszláv? Igen. De én el tudom képzelni, hogy tibetik helikoptereztek, ahol senki nem várta őket. Úgy valaki, ott volt, mit tudom én, 50 ember, akik 4 éve nem szólaltak meg, és egy helyben ülnek, és így szétreppentette a narancssárga ruhás tibetieket, hogy bocsánat, de valahova le kell szállnom. Eleve itt van mandalából kirakva, homokból egy X, vagy egy H betű. Hát én arra gondoltam. A helikopter azt elsöpri.
Ja, hát nézd, nekünk óriasabb helikopterezések jutnak, ugye, vagy a való világban, vagy pedig lagzi helyszínekre sietve. Igen. Van még egy nagyon szép befutónk a Ripostból. Zöldségfutárnak állt Brad Pitt a járvány alatt. Ez egy clickbait lesz itt, mert azt hiszem, hogy nem arról van szó, hogy a bezárt a helyi nemzeti színház Hollywoodban, ezért nem tud bejárni a Csemegepultos című monodrámát előadni a Brad Pitt a Jurassic-ba, hanem nyilván ez egy PR akció. Az Oscar-díjas filmes ismét bebizonyította, hogy nem csak tehetséges, de annak segít, akinek csak tud. Hát mindenki pont annak segít, akinek csak tud. Azért itt élünk mindig a gyanúperre, hogy nem jelenik meg esetleg nagy lemez, vagy film a közeljövőben, hogyha ilyen jótékonysági akciókról van szó. Ez egy Brad Pitt nagy lemez erős lenne. De filmje lesz egyébként a közeljövőben állítólag. Azt köl neki. Jó, hát ez a beálltunk három órára homokzsákozni, ami egyébként, tudod, ezt olyan vegyes érzelmekkel nézem mindig, mert ha a kisember csinálja három órán keresztül, akkor csak magát mentette meg. De ha valaki, aki a figyelmet viseli, akkor tényleg példát mutatott vele, és miért is rakodna tovább, mint amennyi ideig a híradós bejátszás tart, amíg a kamera balról jobbra svenkel 120 fokot, aztán a bajuszos, rövidnadrágos, szandálos operatőr hazamegy és leadja az anyagot. Habony Árpád lapja a Ripost így tudósít. Míg a legtöbb híresség csak énekelget a webkamera előtt, hogy egy kis lelket öntsön a koronavírus járvány miatt bezárva élő rajongóinak, nyilván ezért, mert mi másért énekelgetnének a webkamera előtt a celebek, mint hogy lelket öntsenek. Csak is ezért. Akadnak olyanok is, akik fizikálisan is segítenek, mint Brad Pitt. Hát ezzel csak az a baj, hogy ott voltak a kamerák. Nekem nyilván a hasznossága nem lesz kisebb attól, hogy ott van néhány kamera, de mégiscsak egy picit gyanussá teszi, vagy olyan, hogy elveszi egy picit az értékét. Mert ez egy akció, ennek látszódnia kell valójában. Igen, és akkor itt az érzésünk van, hogy nem a Brad Pitt éhezne. Ugye azért az is megtörtént. Igen, és technikailag még nem clickbait egyébként, tehát nem fogja letiltani a közösségi oldal megosztást, úgyhogy ez egy ügyes bulvár címadás volt. Brad Pitt például az egyik Los Angeles-i segélyszervezethez állt be rakodónak, és órákon át pakolta a rászorulóknak összeállított dobozokat, melyekben zöldségek és gyümölcsök voltak. Itt fontos kiemelni a például szócskát. Például, a Brad Pitt például, most ez csak egy példa, hiszen annyiszor segít, ahol csak tud. Nem a Brad Pitt életének az egyik példája, hanem az ilyen jelenségek egyik példája, a Brad Pittnek ez az egy ilyenje. Az embereknek pedig fogalma sem volt arról, fogalmuk sem volt, igen. Időegyeztetés. Fogalmaik se nem valának. Hogy egy kétszeres Oscar-díjas adja át nekik a segélycsomagot. De bocsánat, nem az volt a cím, hogy zöldségfutárnak állt Brad Pitt? Most itt a téma nem is ugyanaz, tehát hogy dobozokat pakolt, akkor itt egészen más, akkor ez teljesen kamu volt. Hiszen Brad ugyanúgy volt felöltözve, mint a többi önkéntes, és természetesen maszk is volt rajta. Látod, itt a válasz a hozzád hasonló cinikus kételkedőknek. Brad önszántából, jótékonyan, önfeláldozó módon segít annak, aki arra rászorul. Értem. Csak majd kamerák nélkül is. A vele együtt dolgozók persze tudták, hogy mekkora sztár segítkezik mellettük. És többen gratuláltak is neki, amiért ennyire önzetlen. Jaj, hagyjuk. Annyira szerencsétlen ez a maszkban segítkezés, mert mi van, ha egy napra hívtak három sztárt, mert rosszul osztották be, és így senki nem tud róla. Nem tudnak szólni, hogy ma jött a Goldie Hawn is, vedd le a maszkot, vedd vissza. Már ha Goldie Hawnról van szó, szegény, ugye volt egy kis esztétikai sebészeti túlkapása az elmúlt 20 évben. Őt lehet csúfolni, mert ő tehet róla. De tudod mit? Hát akkor ezt így a rádióban így lefektetném, hogy aki szétműti az arcát, hogy úgy néz ki, mint egy kalács, az hülye. Na de várjál, de ő nem azzal a szándékkal műtette szét az arcát. Tehát nem ilyet szeretett volna világos, csak nem láttuk előtte 30 évig, hogy mindenki, aki fölvarratta a homlokát a segélyig, azután a hülyén nézett ki? Nem, egy csomó nem látjuk, mert tök jól sikerült. De miért nem szabad méltósággal megöregedni? Miért nem szabad? Mi tiltja ezt?
Mi a korszellemen kívül, már úgy értem. Hm? Ez hát, nem volt elég ér. Talán mindig azzal dicsérték gyerekkorában, hogy de szép vagy kislányom. Egyrészt meg Hollywoodban nem szabad megöregedni, ezt tudjuk. Hát költözzön Floridába. Nem, Hollywoodban meg lehet öregedni, csak ahhoz vissza kell vonulni. Ezeknek meg nem fűlik hozzá a foguk. Nézzük, hogy van-e valami SMS, ami ehhez hozzá csapható. Azt mondják, a városi terepjáró arra való, hogy nehéz utánfutót is el tud húzni vele, nem konkrétan a terepre. Nem vagyok ebben sem biztos. Mert tényleg, és hány városi terepjáró mögött láttál utánfutót? Most akkor erre válaszolj, légy szíves, 100 városi terepjáró közül hány mögött volt utánfutó? Mert akkor nagyjából tisztában vagy annak az arányával, hogy ott a lóerők mire szolgálnak. Hogy valójában az abban ülő, meg a kilótonnák mire szolgálnak, tudod? Hogy valójában az abban ülő milliárdosnak, vagy milliomosnak a péniszprotézise, az az autó valójában, vagy ott ő tényleg ezzel el akar húzni egy támfutót? Tényleg erről van szó? Lamborghini traktor is létezik, írja a hallgató. Hát eredetileg az létezett, csak igazán szerintem. De nem úgy van, ezt légből kapott, vagy emlékinformáció. Nem készültem nektek fel Lamborghini történelemből, de mintha ez egy traktorgyár lett volna, és a jól menő traktorgyárnak volt arra utána lehetősége, hogy versenyautót fejlesszen. Vagy talán megirigyelte a Ferrari sikerét a gazdag traktorgyáros. Jó napot kívánok! Ez a pezsgős automosás igazi triggerelés, egy jó kis pénzmagja, vagy pénzmágia. Mágia. Ezt nehéz megítélni. De felmerült bennem egy kérdés. Amikor az Elon Musk fellövi a sportkocsiját az űrbe, az valahol nem egy ilyen veretés? Dehogy is valahol. Nem. Dehogy is nem. Mindenhol. Volt-e vonóorog? Hol nem? Volt-e vonóorog Elon Musk Tesláján, amit kigyúrt az űrbe? Mert ha volt, akkor az haszongépjármű. Nem, mert van egy lehetőséget, hogy utána, hogy az Excel-es magyar hősünk utána lője az utánfutóját a Brad Pittnek a lecsó és tévépaprikájával. Főleg úgy, hogy a Tesla Roadsterben föl volt hangosítva a rádió, és a David Bowie-nak a Space Oddity című száma szólt rajta, úgyhogy az űrben nincs közvetítő közeg, nincs levegő, tehát nem szólt. Egyetlen dolog és tudod, ez a pózolás, a rádió hullám. Szólt, de nem szólt. Tudod? Igen, és tudod, és akkor ez már igazán a 21. század, ugye? De ez tényleg művészet. Én azt látom a legtöbb városi terepjárón, ami tényleg most már közkézen, formailag terepjáró, ott sokszor nincs nagyobb motor, mint egy középméretű autóban. A súlya sem haladja meg mondjuk a 2000 kg-ot. A kilótonnára itt kitérnék, Robi, hogy az egy robbanó erősséget mérő. Tudod, hogy hány ezer tonna, nem tudom milyen robbanóanyag erejével ér fel, és akkor ahhoz mérik az összes többi bombát kilótonnában. A tonna, aha. Az az 1000 kiló, az aha, külön. Tudod, ezeknek nem is ártana. Ja. Aztán a vonóhorog az olyan dolog, hogy ugye nem csak trágyát lehet szállítani, meg üveglapokat, meg sittet, hanem ugye a motorcsónakot, meg a 3 éves gyerekednek a versenylovát. Azt kérdezi a hallgató. Azt észrevettétek, hogy a városi terepjárósok kerülgetik a legakkurátusabban a kátyukat? Ja. Mert még új a terepjáró. Az hát igen. Meg tudod, az terepre van, tudod, nem városi kátyúra. De ettől lesz terep, hogy kikerülöd. Tehát a vezetési stílusod a terepjáró, hogy hoppá, vigyázz! És kell, hogy üljön melletted valaki, aki, tudod, olvassa az itinerből, hogy milyen kanyar jön, vagy milyen kátyú. Egy bizonyos szakaszokon bizonyos szakaszokon Budapesten ez elég könnyű, mert így csak így annyit kell mondani, hogy mindig. Sometimes people make a war. Iniko, Melaniko, Norosza, Aj, Papa, Varua, Pacsiki, Dan. A Jódlim mindent megbocsát. Szövegtudományi tanszék. Az önkényes mérvadó dalszövegértelmező szolgáltatása. Mai katasztrófa turisztikai destinációnk. És most következik a legjobb... A vizsgáló asztalon, a szövegtudományi tanszék asztalán a Dolliról előadásában
Csintalan Palacsinta című, hogy mondjam, szóvic bűnözési himnusz, vagy pedig egy ilyen érthetetlen indítatású karibi hullám, amely mégiscsak a nosalty.hu-nak a receptgyűjteményébe torkolik. Elképesztően infantilis. Én ilyen kínos dolgot nem is tudom, hogy mikor hallottam. Ez kifejezetten tegnap, az a szám. Amikor a nyárival itt ültünk, Robi. Igen, másképp volt kínos. Persze. Tudod, az felnőtt kín volt. Elnézést. Ez gyerekeknek készült. Tehát kifejezetten gyerekeknek készült, arra a célra, hogy a gyerekek megvaduljanak tőle. Megvan az, amikor egy kifejezetten a gyerekek ízlésére, vagy inkább úgy mondanám, hogy a gyerekek ízlésének a hiányára írsz rá egy élményt, írsz rá egy dalt, és a gyerekek úgy, hogy kifejezetten úgy reagáljanak rá, hogy kiugorjanak a bőrükből, hogy ugráljanak a kanapén, hogy jobban aludjanak. Tehát, hogy ez kifejezetten az a szám, amit hogyha beraksz, és én erre a TV-tornából emlékszem, valamikor a 80-as években, nem tudom, 11-2 éves lehettem, amikor a TV-torna aláfestő zenéje volt a Csintalan Palacsinta, és én nem tudtam hova elkapcsolni, mert nem létezett más csatorna. Csak ez az egy. És nekem az az érzésem, hogy a Dollyról nagyon sok ilyen számot írt. Kifejezetten gyerekeknek, kifejezetten arra a célra, hogy ugráljatok gyerekek, mert most szabad. Azt hiszem, hogy ilyen volt a hullámszörny, tudod? A windsurf, na én arra. Igen, mikor na. A hugom bement a fürdőszobában, ott guggolt a szörnyakádban, jáj. Igen. Iminimi, szeminimi, jubábtu, vaminimi, niko manana, hej. Olyan jó, hogy ezt nem én idéztem fel, és van egy pontja itt ennek a számnak, ahol elszabadul az endülés. Ahol a kisgyerek már belekiabál a számba, és már szinte látod a kisgyerekeket, ahogyan mindent feldöntve egymásnak ugrálnak, meg egymás hegyén hátán zendülnek erre a számra, mert most szabad. Mert a Dollyról ezt az élményt, aminek egyébként nem kéne, hogy helye legyen, úgy a, hogy mondjam, a kultúránkban, ezt így beemelte a kulturális kánonba. Tehát lehet, hogy mondjam, normálisan kulturáltan szórakozni a Bródi János által megírt szövegeken a Halász Judit előadásában, és akkor vannak ezek a pillanatok, amikor a Dollyról az így azt mondja, hogy most mindent lehet. Tudod, most megvan engedve a örjöngés. És ez tényleg az örjöngés aláfestő zenéje. A gyermekek örjöngésének. Érdekes az, hogy nem tudom, mikor fordultak rá erre, hogy valaki a zenekarból szülő lett, és akkor ennek egy természetes következménye, hogy ez a zenészek mennyivel jobban elő tudják adni a dalokat, vagy akár kreálni gyermekdalokat, mintha bérelnének egy pohócot. Ezt tudjuk, hogy gyerekdal, vagy feltételez. Nem, a Robi feltételezi, na de nekem is visszhangzik a fejemben, ahogy a szüleim szórakoztatnak ezzel a kifejezéssel, hogy Csintalan Palacsinta. A windszörny abszolút, bár azt szerintem még erre a esélyünk nincs szörfözni, de azt a világot hozzuk el ide, mint ahogy az álomhajó nyaralni visz ugye a panelposztenen, de hogy ez 86-os szám talán, és a Dollyról, amikor ténylegesen vállaltan bekebelőződött a gyermek szórakoztatás által, az a Tipitapi Dino lehetett, ami viszont 93, megvan ez? Tipitapi Dino. Nekem azt megvan, de az Dollyról volt egy, szám? Ez egész lemez. Azt szerintem az gyereklemeznek tűnik ebből a távolságból. Nem Paprika volt véletlenül? Paprita. A Paprika Kinga, igen, az igen, a másik. Igen, igen. A Paprita és Bodnár Attila által elkövetett dolog az a kutya. Az a Csovi Jasper. Ó, de szomorú, hogy ezt tudtam. A Tipitapi Dino és Csovi Jasper neve kísértetiesen hasonlít, neked mint ahogy van. A sorozatgyilkosok is mindig három nevű 30-as fehér egyedülálló férfiak. Fehér furgonnal. De akkor lehet, hogy a kulturális megrontásnak is van egy ilyen etikettje. Hogy ilyen háromszótagosan. Nem vagyunk mi állatok. Minden esetre jó lenne, hogyha rájönnénk arra, hogy miben áll ennek a palacsintának a csintalansága, mert hogyha nem, akkor kénytelen leszek azt gondolni, hogy a szövegben megadott recept rossz, és amiatt vagyunk most nagyon csintalanok, és akkor itt tréfál meg minket a költő a végén, ugyanis azt írja, hogy 12 darabhoz egy tojás kell. Szerintem 2 vagy 3 tojás azért jobb lenne, és itt a cukorral is vitatkoznék, egy csipet az kevés, és kihagyta az olajat és a szódavizet. Hát ha más nem mondtok a csintalanságra, akkor én kénytelen leszek azt hinni, hogy miben áll. De hát, hogy arról van szó, hogy valami. Van, létezik olyas valaki, aki ebből süt? De
remélem nem, mert ez a recept nem jó. Egyébként meg, hogyha ez nem gyerekeknek szól, meg nem gyerekeknek készült, akkor kiknek, miféle felnőttek azok, akik ezt, ez erre felszórakoznak? Én tudod, mire gyanakodtam? Én arra gyanakodtam, hogy elérkezett a... Ugye a Dolly Rock 83-ban indult, már abban az évben platinalemezes lett, ami akkor még 250 ezres példányszámot jelentett, szemben a mai 2000-rel és 4000-rel, attól függően, hogy világzenéről, jazzről vagy hazai popról van szó. És arra gondoltam, ugye utána 84-ben, 85-ben is megjelent egy-egy lemezük, majd 86-ban kettő, és arra gondoltam, hogy elértek már a szupersztárságnak arra szintjére, amikor már kívülről nincsenek feléd elvárások, és ha ilyenkor nem lép be egy belső elvárásrendszer a minőséget illetően, akkor hajlamosak a... Tehát ugye előfordulhat, hogy hogy a dal nem hozza a korábbi minőséget, ezért van az, hogy egy-egy előadónak a második, harmadik lemeze már rosszabb, mert akkor már a szupersztárságnak azon a szintjén van, amikor már mindent imádnak tőled, és ha nincsenek nagyon szigorú belső elvárások, akkor úgy jársz, mint azok a személyek, akik bárkit megkaphatnak, és akkor ilyen nagyon Paprita és Bodnár Attila, az mikor volt nekik az a rendes karrierjük, amiből aztán a Kuckó Mackó lett? Tudod, meg a Csövi-Csövi Jászper lett? Nekik volt olyanjuk? A Modern Hungária két lemeze során a Bodnár Attila esetében, tehát ő a Fenyő Miklós oldalán ropta. Igen, emlékszünk rá. Azt, hogy ott... De hogy arról van szó, hogy ami a Fenyő Miklós karrierjének a mélypontja volt, az volt Bodnár Attila karrierjének a csúcspontja? Így, ahogy mondod. Így, ahogy mondod. Mi regessük még ezt a szöveget is, de amit az Eszter említett az előbb, hogy van benne egy rossz palacsinta recept hiányosan. Hát nincs szóda, nincs olaj mondjuk. Mintha ott egy kis Michelin csillagos gyerek benyivákolna a háttérben, hogy valami kimaradt valami a receptből. Kimaradt, igen, az a zajsávnak a része, nem a dalszövegnek a része. Na jó, azt állítja, még egy válasz arra, erre az infantilitásra, hogy kinek van felnőtt korában erre igénye. Ezt már egyszer megfejtettem, Robi, neked, csak hálátlan vagy, és nem emlékezel. A Risporos parókában mesztelenül elővett Bránerre rohangáló francia nemességnek a labirintus sövény között, a rikácsolva, tudod, így a 18. és 17. században, vagy akár még talán a 19. De hogy akkor arról van szó, hogy... Csemballó tetején fetrengés szőlőfürtök. Kell. Hát akkor valójában arról van szó, hogy ez a fajta magatartás, amit a csintalan palacsinta reprezentál felnőtt korban, nagyjából ez kéri maga ellen a giotin felállítását a köztársaság terén. Ehe. Szóval egy este ültünk a tűz előtt, faggattunk minden jó evőt, öreg kalapba dobtuk az ötleteket rajta, hogy ki mit szeret. Bocsánat, itt megállhatnánk egy pillanatot. Igen, természetesen. Tehát, hogy arról érdeklődnék, hogy miért éppen a jó evőket kérdezték meg arról, hogy mi legyen az esti vacsora. Nem éppen a azokat rossz agadtak, evőket nem? Kellett volna. Hát nem, tehát, hogy a jó evők mindent megesznek az én értelmezésemben. Miért nem a rossz evőket kérdezték meg, ha ők egy csapat? Hiszen nekik nem lett volna mindegy, ők hogy mi lesz a vacsora. Persze, jó evő úgyhogy én azt gondolom, hogy itt egy valódi tragédiával indul a dal. De nem mindegy, hogy gurmanra tehát... vagy gurméra gondolta, hogy szokta itt a népműveltség a két szó közötti különbséget megfejteni. Minden esetre arra hívja fel a figyelmet, hogy minél inkább beállsz a sorba, annál jobb lesz neked. Úgyhogy én azt gondolom, hogy itt abból a csalódott költői perspektívából íródtak ezek a sorok, amiben Penci Pálné és társai felismerték, hogy hát igazán önmagadat te sohasem adhatod, be kell, hogy állj a sorba. Itt van egy szövegtévesztésünk, szerintem azt mondja, hogy volt Piskóta és Málnabor, és kacsába töltött... Pálmabort mond. Mind a kettő bor? Miért töltem a bort egy kacsába? Nem volt jobb rím, nem ismerték. Én nem hiszem el, hogy a málnaborra a pálmabor rímel. De a porcukor is jó lett volna. Vagy a hangyaboly, vagy a lámpasor. Hangyaboly. Mint szilárd, és nem képzeltük volna, hogy kifolyik. Hát vagy a boküzdor. Az is jó lett volna ide rímnek. Sok minden jó lett volna, kár, hogy a kacsába töltött pálmabor, de tényleg körbeülték a tüzet. Itt van egy ilyen tábortűz élményük, és itt megkérdezed, hogy te miket szeretel. Ha megnézed a Magyar Retro című filmet, vagy csak azt az 5 perces kivágást belőle, hogy miért teszik a magyar, akkor ugye ott mondják a gyerekek, hogy nekem kedves ételem a rántott hús, vagy a kakaós csiga, meg nekem a banán a kedves ételem. És tudod, ezeket a olyan egyszerű ételeket mondanak a menza kínálatából. Ki ült annál a tábortűznél, aki azt merte mondani, hogy kacsába töltött pálmabor? Ki volt között? Talán az hozta ezt a karibi
tudod, ilyen fordított teknős dobot, ami ez alatt szól. Hát nyilvánvaló, itt arról van szó, hogy nem találtak más rémet, de hát szövegíróként ilyenkor az alapszót kicseréljük, vagy esetleg a kacsába töltöttet kicserélhettük volna arra, hogy mondjuk a koktélpulton pálmabor, hogyha esetleg ragaszkodik ahhoz a szerző. Minden esetre, ne, én nem tudom, mit tettetek itt 83-ban Budapesten, de nálunk nem volt ilyen. És akkor rögtön... Mikóalamájat általában, de hát én nem lennék olyan büszke, hogy te nem. És rögtön jön a body shaming. A szerencse Pufinak kedvezett. Meglátta, s beleremegett. Igen, ez kegyetlen. Annyira kemény. De a beleremegés az egy ilyen pszichés rohama volt neki, vagy csak egyszerűen a hájnak a hullám toleranciája az így együtt jár egy remény. Mindenki igen, dagadt, tudod, Robi. Hát szó... a jóevőkről van szó. Jó, jóevő igen, az a dagadságnak az eufemizmusa, nem közül, a kifinomultságnak. Igen, de azt jól látjuk, hogy Pufi az, aki itt a... itt az éles epés megjegyzéseket elszenvedi. Tehát itt jól látjuk, hogy Pufi az, akinek majd felnőtt korában pszichoterápiára lesz szüksége. Jó, de nem tudjuk, hogy a többiek milyen becenevekre hallgatnak. Lehet, hogy heten vannak, mint a törpék, de így, hogy Pufi, Dagi, Hályi, Culák, Cupák és Rezgi. Persze, de Pufit nem vigasztalja valószínűleg, hogy a többi és Tokány. Tokány. Hú... Azért jó, több body shaminget csinálhatnánk, nem? Tudod, én mondhatom. Jaj, de nyilván Ferencse, nem, az Pufina, égi, nem az égési kedvezett. Áldozatokra gondolok itt, de hanem mit látott, a tagadtakra. De mit látott meg a Pufi? Én ezt se értem, hiszen csak beszélgettek, kalapba dobták az ötleteket. Meglátta, hogy az övét húzták ki. Aha, ez a Pufi. Aha, tehát a Pufinak a kedvence a palacsinta. A szerencse Pufinak kedvezett. Ja, már értem. A Pufi kedvence a palacsinta. Most képzeld azt az illetőt. Én azzal vagyok. Tudod, amikor kijössz a moziból, és kérdezik, hogy melyikkel vagy, és akkor mondod, ilyen Jokerrel, vagy a Batmannel. Én itt, ebben az esetben Pufival. Azzal az anonim karakterrel vagyok, aki ezt a kacsába töltött pálmabort, volt pofája ezt kérni. Képzeld, ő hogy érezte magát, amikor kitalálta ezt a fenkölt ételt, és a rohadék Pufi palacsintáját kihúzták, hát tegnap is ettem a nagymamámnál, hol van az a rohadt pálmabor, hoztam az alapanyagokat. Én az arisztokráciát sajnálom itt, akinek a kezéből ki lett csavarva ez a koalamájra emlékeztető bármi. Tudod, Pufi, akinek van egy rendes neve, Zolinak vagy Karcsinak hívják, de nem érdemelte ki, hogy a nevén szólítsák, tudod, Pufi. Hát ez rettenetes egyébként. Jó, csalafinta, palacsinta, itt áll egy galacsimba. Hát mindjárt nincs étvágyunk hozzá. De mikor galacsina palacsinta kérdezném én? Mikrofőzés. A japánoknak vannak ilyen mikrofőzős videói. Hát szerintem arról van szó, hogy most még csak a tésztát dagasztjuk hozzá. De a palacsinta tészta folyékony, sose ez lesz galacsin. Elmondom, mikor kettő eset van, amikor a palacsinta galacsin. A Nini egy galacsin jutott eszembe, amikor Magdi anyus végtelenül esik le a lépcsőn. Van egy ilyen YouTube videó, hogy Magdi anyus 10 órán keresztül hal meg. És volt valami ilyen hülye, vicces videó, ahol észrevett ugye egy papírgalacsint a földön, és ez okozta Magdi anyus halálát. A Barátok köz című gyakorlatilag az István a király után a második legsikeresebben a Nemzetet egyesítő eposzban. Nem kell felvágni a műveltségedre. Hát folyamatosan azt csinálod. Később aztán valamelyik online piac téren árulták is a papírgalacsint. Veszélyes azért az még online is. Ez valószínűleg a Darkneten volt. Azt mondja, hogy a galacsin formát az a palacsinta ölt, amit nem bírtál kikaparni a sütőből, ezért egy ilyen összegyűrt, ilyen gyűrött szart kiveszel, és jó, akkor rendesen megolajozom, vagy valamit elrontottam, vagy nem jó a hőfok. A másik meg az a táj kókuszos palacsinta, ami valójában egy formába öntött ilyen, tudod, ilyen gömbszerű valami, és palacsinta tészta valóban, csak ők egy ilyen amorf, ilyen 5 centi átmérőjű, majd, hogy nem golyószerűvé sütik ki. De a textúráján látod ugyanazokat azokat a szódafoltokat. Igen. Na szóval csintalampala csincsin, jaj, de dagad a pocim, mondja nyilván bárki. Pufi. Pufi. Úgy gondolod, hogy Pufi személyisíti meg a refrén hírhozóját, hírmondóját? Hát én úgy képzelem. Jó, menjünk tovább, és fejtsük meg, hogy mi a szándék ezzel a dallal. Ne furdaljon a kíváncsiság, elmondom a titkát, hogyan csináld, de a sorrendet, ha megkevered, a főztödet megeheted. Ugye ez mondjuk szellemes, ugye kétféleképpen is rossz megeheted. Rossz értelemben. Hogy hát megeheted. Egy tucathoz kell egy tyúk tojáslisztel és tejjel a kikavarás, cukorból és sóból egy csipetnyi, ha kész, tedd el pihenni. Most mindenki tudja, nem csalás, nem ámítás, ha túl magasra dobja, fennmarad a rakás. Milyen rakás?
Meg milyen túlmagasra dobja? Mi az, hogy fennmarad a rakás? Itt átkerültünk a tatamira, itt ez már judó, tehát a túlmagasra dobja, akkor fennmarad a rakás, azt már én sem értem. De hogy a rakás marad fönn? Mondjuk fönnmarad a palacsinta, ezt még így érteni vélem, de mi az, hogy a rakás? Tehát képzeld el, amikor palacsintát csinálsz, a rakott palacsinta, az eleve 20 palacsinta egymás hegyén hátán. Amikor nem rakott palacsintát csinálsz, akkor is rakott palacsintát csinálsz, hiszen egymásra raksz 20-at, hogy majd utána megtöltsd. Én ebből közben 10-et megeszek. És ha mindegyiket elrontod, ez a rakás, itt a fizikának ellentmondó elmélet szerint a plafonon kezd kialakulni. Először egy fölragad, majd a következő földobás, akkor nem ragadhat a plafonhoz a következő palacsinta, ott már van egy palacsinta. Ezért a második palacsinta az első palacsintához ragad. A harmadik palacsinta a második palacsintához ragad, míg nem egy rakott palacsinta lesz a plafonon. Ez logikusnak hangzik, és megcáfolni sem tudjuk, mivel nem próbáltuk még ki. Talán nem ragadna annyira, ha nem hagyták volna ki az olajat, például itt az előbb Eszter azonosította, hogy ugye a Michelin csillagos kisfiú segít a segítségükre, vagy siet a segítségükre a kimaradt alkatrészeket illetően. De a szóda is kimaradt. A szódát azért Az is kimaradt, de... És cukorból is többet tennék 12 darabhoz, mint egy csipet. Jó, hát ügyfélszolgálat@nosalti.hu, ide tudtok írni valakinek, akit mi nem ismerünk, de hadd olvasgassák. Ha kisült, jöhet a töltelék. Cukros diós keverék, kakaó, slekvár. Elveszem, ez a kettő a kedvencem. Lehet, hogy nem értettük jól a szöveged. A cukor, a dió, a kakaó és a lekvár az 4. Nem? De ő csak a kakaót és a lekvárt veszi el, tehát ez a kettő a kedvence. Vagy hát a cukros dió az ugye a diós palacsinta, az egy más töltelék. És akkor a kakaós lekváros egyszerre lehet a másik kedvenc. Mert szoktunk tudod, hogy diós lekváros, meg vannak ilyen kombó palacsinták, azok így működnek jól. Persze, jó. Tudom. És ezt még mindig a Pufi nyilatkozza? Az én pálmaborral töltött kacsás emberem valahol a háttérben szomorkodik, és libamájjal kenegeti a palacsintát, hogy legalább ez csináljuk. Szerintem itt egy harmadik személy a narrátor, Szaxi Maxi, ő egy bulizó volt. Aha. Ő ezt csak megfigyelte. Én remélem, hogy Pufinak azért jut a palacsintából. Én is remélem, mert nagyon megalázó. Ez volt már az önkényes mérvadó Dolly Rollal, Szabó Eszterrel. Pufival. És ennyi. Köszönjük. Ja, és a Robi is itt volt, meg én. Sziasztok! Köszönjük türelmüket! A közízlés ma is undorral tolta a tányér szélére mindazt, amit főztünk. Megbuktunk. És legközelebb újra megbukunk. Megmaradt hallgatóinkat, JD-t, Julient és Martint várjuk vissza hétfőtől szerdáig 16 órától itt, a Spirit FM 87.6-on, az önkényes mérvadó műsorsávjában. Und nun, meine Damen und Herren, das ideale az ideális karácsonyi ajándék. Megjelen Puzsér Robert interjú kötete, a demokrácia a részvénytársaság. Ez egy nagyszerű lehetőség. Greifen Sie zu. Ne hagyd ki. Wenn Sie wissen wollen, wie es zum Fall der dritten ungarischen Republik kam, oder wie die Orbán-Ära geschaffen wurde, lefordíthatatlan szójáték. Keresd Puzsér könyvét a boltokban. Horn Gyula interjú, Csurka István interjú, Szilárd Aigner interjú, Toroszkai László interjú, Tomket interjú, Antal Rogán interjú, und Miklós Tamás Gáspár interjú. In den Buchhandlungen erhältlich, solange der Vorrat reicht. Még kapható a könyvesboltokban.